Köszöntöm a társulat megjelent tagjait és kedves vendégeinket. Most megint egy nagy ünnepséghez érkeztünk el itt az előadások kapcsán. Egy pillanatra azt hittem, hogy már megint koronázni fogunk, de aztán látom, hogy ez nem egészen ugyanaz. A felvétel ugyan hasonlóképpen régi fénykép, még a fényképezés ifjú korából, de most a millenniumi kibocsátásokra lesz szó, méghozzá úgy tűnik, hogy fantázia veretekről és alkotóikról és technikákról és mindenféle érdekességekről. Úgy látszik, most már Soltész Feri készül egy következő monumentális kötetre a koronázások után. Úgyhogy át is adom neki a szót. Köszönöm a szót. Kedves hölgyeim és uraim, nem készülök monumentális kötetre, legfeljebb, ha ennek a zsengémnek egy változata belefér majd a numizmatikai közlönybe, akkor maximálisan elégedett leszek, mert ebben a témában nincs annyi, hogy egy nagy katalógus készüljön belőle. Nos, visszatérve erre a nyitóképre, a nyitóképen az ezredévi 1896-os kiállítás megnyitásának jelenete látható, amikor a díszes sátor alatt álló, előkelőségektől körbevett Ferenc József 1896. május 2-án, valamivel 11 óra után ágyulövések, harangzúgás és a himnusz hangjai mellett megnyitotta az előbb jelzett kiállítást. Jelen előadásomban erre az alkalomra készült millenniumi fantáziaveretek alkotóiról, verési technikáiról és darabszámairól szeretném önökkel megosztani a gondolataimat. És miért nem ment? Kéne neki, akkor... Na, most még nem halad? Haladt. Na. A nevek láttán és a magyar numizmatikai irodalmat olvasva senkinek nem jut eszébe, hogy Karl Gerl vagy Alexios Mayer lenne az illetőknek a neve. Mindenki magyarnak tartja őket, ahogy ők is annak érezték magukat, köbnözbányai életük egy részének eltelte után, kérelmezve a magyar állampolgárság fölvételét. Ez csak előzetesként, mert hisz ők ezeknek az érmeknek az alkotói. A képen látható millenniumi fantázia pénzek, vagy fantázia veretek a pénzek és az érmek közötti határmezsgyén találhatóak. Számosan a pénzjelleget találták bennük erősebbnek, emiatt ezek pénzkatalógusok részeivé lettek. Gondolok itt például az Adamovsky vagy Herinek katalógusra, vagy az Austria Nettóra, Polifka Ferenc József pénzeiről írott könyvére, vagy Friedberg aranypénzekről szóló katalógusára. Ezek ott azokban mindegyikben megtalálhatóak, jó részt azonban a valódi pénzektől elválasztva külön fejezetként. A kitaláló szándéka szerint, egy kivételével, korábbi időszakok pénzeinek szellemiségét jelenítik meg, ugyanakkor nem rendelkeznek a pénzek alapfunkciójával, nem alkalmasak vásárlásra. A fantázia pénzeket végig tekintve azt tapasztaljuk, hogy van itt négyféle dénár, ugye van itt ez a dénár, ez is dénár kategóriába tartozik. Van itt brakteáta, erre gondoltam, garas, aranyforint, tallér, és itt a kakukktojás a Szent György érem. Ez eleve éremnek készült, és mint ilyen, a Mohács utáni háborúkkal teli 200 éves korszak katonáinak amulettjévé, védelmet biztosító tárgyává vált, mint ahogy erről olvashatunk Huszár Lajosnak a Szent György tallérokról 1940 írt könyvének bevezető tanulmányában. Ezeknek a fantázia vereteknek, ennek a 9 darabból álló sorozatnak a kitalálója, és az egyes típusok éremképeinek megfogalmazója bölcsházai Belházi Nepomuk János volt, aki 1823-tól 1901-ig élt. Jogot hallgatott, majd a Selmecbányai Erdészeti és Bányászati Akadémián tanult,
bányagyakornok Szolnokon, Rozsnyón, majd bányamérnök a komotaui és pilzeni bányakapitányságon, a pécsi bányaigazgatóságon teljesített szolgálata után pénzügyminisztériumi titkár 4 évig, majd utána a kolozsvári bányaigazgatóság elnöke, a pénzügyminisztérium visszatérve, a bányászati és sójövedéki főosztály vezetője 1895-ös nyugdíjazásáig, amikor is megkapta a Lipót rend lovakkeresztjét. Sírja a Farkasréti temetőben található, ami a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2004-ben nyilvánított védetté. Numizmatikai munkássága a magyar pénzverés történetével, a körmecbányai pénzérmek múltjával, sajátosságainak összegyűjtésével foglalkozott, míg elméleti munkássága elsődlegesen a régi magyar pénzverési súlymértékek vizsgálatára irányult. Nos, ő az az ember, aki úgy tűnik, hogy ezeknek az érmeknek a szellemiségét létrehozta, de a kivitelezést az előbb említett 3 úrra, Gellre, Mayerre és Reisnerre bízta. Mielőtt áttérnénk a szűken vett numizmatikai részre, még mutatnék 2 képet, ami a későbbiekben fontos lesz. Az egyiken a bányászati és kohászati pavilon főbejárata látható, amelyikben a körmecbányai pénzverő is kiállított. Ez egyébként ez a kép fönn van a fortepánon, és Klösz György készítette a fényképet. A másik kép ugyanennek a pavilonnak a belseje, ahol is a körmecbányai pénzverde kiállító helye látható. Itt 3 eszközre hívnám fel a figyelmüket. Az első, ez a pénzverőgép, ez az Ullhorn típusú pénzverőgép. Itt ebbe a másik szekcióba van a Taschenwerk vagy pofásverőgép látszik, és itt takarásban egy szép nagy darab fatuskó, ami a kézi pénzverésnek az egyik fontos momentuma. És akkor térjünk át az első fejezetre. A legelső gondom nekem az volt, amikor elkezdtem ezekkel a veretekkel foglalkozni, hogy a neveikben elég nagy káosz van. Itt 4 közleménynek a megnevezéseit foglaltam össze ebbe a táblázatban. Az egyik a Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien kiadványának a 1896-os 3-as száma, ahol is Viktor Renner rögzítette azokat a fogalmakat, ami ezekhez a veretekhez kapcsolt. Itt üres még a tallér, illetve sornak ez a mezeje, annak az egyszerű oka van, hogy amikor ez a cikk megszületett, még a tallér nem jelent meg, tehát nem ismerte a széles közönség. A következő oszlopban Josef Nenwich, a Mitteilungen der Clubs der Münz und Medaillenfreude in Wien 1896-7-es számában közüli az ő változatát. A 3. oszlopban Gólödön, a numizmatikai közlönyben megjelent 1904-es közlönyben megjelent cikkének a megnevezései olvasható, míg a 4. oszlopban egy körmecbányai kimutatás az 1872 és 1899 között készült emlékérmekről, amelyiket Huszár Lajos adott közé a numizmatikai közlöny 1957-58-as számában. Mit lehet látni ezeken a megnevezéseken? Azt tapasztaljuk, hogy az első 3 oszlopban, melyiket numizmatikusok megnevezését tartalmazza, ott uralkodó nevek, pénznemek vannak, egy egyszerűsített, könnyen megjegyezhető nevek kötődnek ezekhez a veretekhez, míg a Verdénél egyöntetően és következetesen visszatér az idejéből fogalom, amire azzal utal a Verde, hogy ez nem adott uralkodó, hanem abból az időszakból származik a veretnek a jellegzetes jegyei, azoknak az uralkodónak az idejéből származnak, és nem adott uralkodótól, adott uralkodó pénzveréséből származnak a jegyek.
Négy esetben be is pirosítottam, hogy hol látok én alapvető ellentmondást, a numizmatikusok megadása és a Verdének, mint kibocsátónak a megadásai között. Erre a négy pirossal megjelölt dologra majd később térnék vissza, amikor azt próbálnám taglalni, hogy ezeknek a fantázia vereteknek mik is voltak a korszakos numizmatikai előzményei. Két dologról azonban mindenféleképpen beszélni kellene most. Az egyik az Imre Obolusnak, illetve Imre Dénárnak a kérdése. Az osztrák kollégákat nyilván megtévesztette az, hogy ez egy 12 mm-es nagyságú kis veret, és úgy gondolták, hogy eznek Obolusnak kell lenni. Az, hogy miért Imre Obolusnak nevesítették ők is, meg Gól is, azt nem tudom. De Gól már helyére tette a dolgot, ő már Dénárt írt, mert ő tudhatta, vagy tudhatott olyan adatot, amit végül is Hóban írt le a pénztörténetében, hogy ez a 0,38-as gram, amit majd be fogok mutatni a későbbiekben, ez második Béla, második Gézakkori Dénár súly, és ez nem Obolus, mert ebből az időszakból ugye Obolus az nem igazán ismert. A másik pedig az utolsó sor a Szent György tallér. Az osztrák kollégák ezt a Szent György tallér általános kategóriát használják ennek az éremnek a megnevezésére, holott ha valaki Huszárnak ezt az általam előbb említett Szent György talléros könyvét kézbe veszi, ott 50 fölött van a típusoknak a száma, ami közlésre került, tehát ez egy igen-igen gumi kategória, ez a Szent György tallér. Gól viszont már pontosan meghatározza az előzményt, a CHR jelzetű körmecbányai Szent György tallért dénárt tartja ekvivalensnek ezzel a verettel. Ez a CHR pedig Christian Hermann Roth von Rothenfels, aki 1645 és 1690 között működött körmecbányán. Tehát numizmatikusok és a kibocsátó megnevezései között differenciák vannak, majd a későbbiekben taglalva rátalálunk arra, hogy mi is ezeknek a különbségeknek az oka. Ez az a részlet, a kimutatás a körmecbányai magyar királyi pénzverő emlékérmeiről, és az a sorok, amik ezeket a fantázia vereteknek az adatait tartalmazzák. Az oszlopok, a következőek, a folyósorszám alatt azok a sorszámok találhatók, amik magában a jelentésben is szerepelnek. A következő oszlopnak a címe, régi pénzutánveretek az ezredéves kiállítás alkalmából, meghatározza magát a kategóriát. A következő oszlopokban fizikai adatok, súlyok vannak, míg legutoljára a vésnökök nevei kerülnek közlésre. A verdei jelentést végignézve én úgy gondolom, hogy ez Belházi koncepcióját tükrözi vissza, aki nem egyes uralkodók pénzeinek újbóli megjelenítésére törekedett, hanem a korai magyar pénzverés egy-egy korszakának jellegzetes pénznemeit, azok formai jegyeit kívánta megidézni. Ennek én ebből a táblázatban két fő üzenetét abban látom, hogy egyrészt konzekvensen szerepel mindenhol az érem megnevezés, a kibocsátó szándéka szerint jelezve ezt, míg a pénz nem zárójelben található. A másik domináns jelzés az évszázad szerepeltetése. Az uralkodó nevek úgy szintén zárójelben vannak téve, tehát itt korszakokról beszélünk, érmekről beszélünk, amik pénz előzményekhez és uralkodókhoz nyúlnak vissza. A méretek, anyagok azok magukért beszélnek. Itt egy adatot sárgítottam be,
a tallér arany leveretinél ezt a 30,8 grammos súlyt. Ennek az az oka, hogy a közhasználatban erre a tallér arany leveretre azt terjedt el, hogy ez egy 9 dukátos leveret, arany leverete a tallérnak. Ezzel szemben azt kell sajnálattal megalapítanom, hogy a 9 dukát az 31,32 gram, míg az átlagsúly 30,8 gram, tehát ez egy butaság ennek a 9 dukátosként való emlegetése. És végül a legutolsó oszlop, ami a igen érdekes része ennek a jelentésnek, a vésnök nevek, illetve az a szisztéma, hogy ezek a vésnök nevek megjelennek ebben a jelentésben. Ugyanis itt nincs ABC sorrend, hanem a vésnök nevek váltakozva jelennek meg. Ugyanaz a név szerepelhet elől, hátul, ugyanabban az összetételben is. Tehát van olyan, hogy Gerl Reisner, Reisner Gerl. Tehát első ránézésre látszik, hogy valami más szemlélet működött itt, mint az ABC rend. A másik lehetséges megoldás az, hogy ezek a vésnök nevek azért szerepelnek így, mert ezek oldalhelyes megadások. Az első helyen szerepel az érem előlapjának, míg a második helyen szerepel az érem hátoldalának a vésnöke, míg ahol csak egy név olvashat, ott a teljes érem annak a vésnöknek a műve. És akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol én próbáltam megtalálni ezeknek az vereteknek az előzményeit a numizmatika történetében. Ugye az első éremnél, amit 11. századinak hív a Verde, ott a numizmatikusok által használt név a Szent István dénár. Ha összehasonlítjuk a fantáziaveretet a lehetséges előzménnyel, akkor azt tapasztaljuk, hogy az előlap az valóban Szent István, de Szent Istvánnak Pannonia hát feliratos érme nem ismert. Tehát akkor kénytelenek vagyunk tudomásul venni ezt, hogy valószínűleg ez Péter korpusz 8-asának vagy korpusz 9-esének a hátoldala volt, ehhez az oldalhoz a minta, és akkor itt már a Szent István dénár megdől, itt a Szent István idejéből, az már egy jobb megközelítés, de az igazi jobb megközelítés az, hogy 11. századi. Ugyanez a helyzet az úgynevezett Imre dénárral, vagy Imre obulussal. Ennek én igazán pontos jó megfelelőjét bármennyire is kerestem, nem találtam, viszont azt találtam a stílusban, leginkább a második Béla, második Géza korszakból származó néma dénárok hasonlítanak leginkább erre a kivitelű darabra, és mondom, a 0,38-as súly az ebben az időszakban dénár súly, nem obulus súly. Tehát az obulus nem igaz, Imre dénárt fölvetítve, összehasonlítva ezzel a fantáziaverettel, nem sok hasonlóságot lehet felfedezni a két éremkép között. Tehát én azt gondolom, hogy a 12. századi második Béla idejéből származó verdei megnevezés jobban közelít a valósághoz, mint az Imrehez köthetősége ennek a fantáziaveretnek. A brakteátával sok gond nincsen, hisz ott egy Béla dénárnak az előlapja jelenik meg brakteáta formában, tehát ez egy teljesen jó és korrekt megközelítés. Viszont ezzel a második András dénárral ezzel megint csak gondok vannak, az én észrevételem szerint. A hátoldal az teljesen megfelelő, hisz második András korpusz 206-osának a hátoldala jelenik meg a fantáziaveretnek a hátoldalán, de az előlapon azt kell mondjam, hogy nem lehet második András pénz, mert második Andrásnak profilból ábrázolt uralkodó képes pénzét én nem ismerem, és egyedül csak
Bélának van a Corpus 260-ason ilyen profilábrázolása. Tehát a Verde közlése, hogy ez Dénár 4. Béla idejéből nem teljesen korrekt, de jobban fedi, mint a 3. András Dénár. Igazán jó a 13. század. Mert hisz a két uralkodó, az, hogy apa-fia kooperáció, azt nehéz bevezetni numizmatikai kategóriaként. A következő lenne az aranypénz, ami a közfogalomban ugye Károly Róbert aranyként szerepel. Nos, az előlap tökéletes, hisz Károly Gold Guldinerjének az előlapja, vagy aranyforintosának az előlapja van, de a hátoldala a Károly Róbert aranyaknak ilyen kartusos, címeres ábrázolás azokon nincsen, azok csak Lajosnak az aranyain vannak ilyenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy az előlapnak a mintája Károly Róbert, a hátlapnak a mintája egy Lajos arany. Ugyanaz a helyzet a garassal is. A garas, Károly Róbert garassának az előlapja szerint készülhetett, míg a hátoldal az valószínűleg szintén Lajos garas, mert Károly Róbert hátlapján a címer ugyan nem kártusos, hanem csak Lajosnál láttam én ilyen kártusos hátoldali címeres megoldásokat. A 15. századi dénárnál a Verde nem követel hibát, amikor azt mondja, hogy 15. századi dénár, de a numizmatikusok meghatározása az igazán jó, mert Mátyás dénárja volt az előkép, és 15. századból madonnás dénárok még második Ulászlónál vannak, de az ő madonnái azok koronásak. Tehát itt pedig egy fájtlas madonna került az ábrázolásra, tehát ez az én véleményem szerint ez Mátyás dénárnak a nyomán készült. A Ferdinánd tallér az megint teljesen egyértelmű, első Ferdinánd angyalos tallérjának az átfogalmazása Ferenc Józsefesítve. És egy újabb problémamentes dolog, a Szent György, a CHR jelzetű Szent György érem, amit gyakorlatilag Gerl lemásolt és felhasználta az éremképhez. Huszár Lajos a Szent György tallérokról írt könyvébe még tárgyi bizonyítékot is felsorol, hogy ezt az előoldalt ezt valóban Gerl csinálta, hisz ő közli, hogy a Körmöcvárosi Múzeumban van egy Szent György plasztilin, és van egy Gerl jelzetű gipsz is, amelyik tanulmányok ennek a fantázia éremnek, illetve ennek a Szent György éremnek az elkészítéséhez. Itt összefoglaltam az én változatomat, itt nincs uralkodó, itt csak évszázad van, érem van, és idézőjelben az a pénz nem, ami a mintát szolgáltatta ezekhez a teretekhez, és én voltam olyan bátor, és előlaphoz is, hátlaphoz is besoroltam ezeket a művészeket. Úgyhogy az én átiratomban így néznek ki a fantáziaveretek. Lehet velük vitatkozni, nem elfogadni, de én úgy gondolom, hogy ez a legprecízebb, legpontosabb meghatározásuk, és ez ad a legkevesebb fogózkodót ahhoz, hogy valaki beleköthessen a megnevezésbe. Az általam előbb felsorolt történelmi előzményekre támaszkodva. És akkor most áttérnénk magára a verési technikákra. Ezen a képen a tallérnak arany és ezüst leveretét látjuk. Szép plasztika,
gyakorlatilag hibátlan érmek, jó központozással, mondhatjuk úgy is, hogy majdnem tökéletes veretek. Ennek az oka pedig nagyon egyszerű, ezek géppel készültek, a verőgéppel, az az előbb képen látott Ulhorn verőgéppel készültek, és ezek a szerszámok, amik a Magyar Nemzeti Bank verőszerszám gyűjteményében találhatók meg, olyan formára vannak kialakítva, amik ebbe a gépbe befoghatóak. És hát ugye emlékeztetőül így néz ki az a gép, amit ott felállítottak magának kiállításon is, és ebből annak, hát ez a 16-ból egy itt volt, az nem vághat földhöz a Verdét, hogy egyet kivettek a termelésből. A következő verési technikát egy enyhén íveltség, esetleg elcsúszott éremképek jelzik, annak a jellegzetességét mutatják, és ennek az az oka, hogy ez egy egészen másfajta technikával készült. Ezek a verőszerszámok íveltek, itt nem működött az a apatő-anyatő átmásolom technika, amit a későbbiekben használtak. Itt egy az egyben negatívba bele kellett vésni ebbe az ívelt felületbe az éremképet, és ahogy ezen a képeken látható, ilyen eszközöket használtak föl ezeknek a szerszámoknak a működtetéséhez. Azzal a négyszöglet keresztmetszetű profillal beerősítették abba a körbeforgó részbe, a lapkát betették a két pofa közé, elindították a működését a gépezetnek, és az behúzta szépen, és a végén kipotyogott belőle a maga a kész veret. És itt a másik képen láthatjuk azt a verőgép változatot, amelyik röpsúlyosan oldotta meg ugyanezt a verési technikának a kivitelezését, aminek a képét ott az előbb is láttuk a kiállításnak az egyik részében. És végül egy utolsó, harmadik verési technika jeleit figyelhetjük meg ezeken a darabokon. Ahol pirosra jelöltem, ott látszik, hogy... Most kikapcsoltam, hál' Istennek. Kapcsol vissza, légy szíves. Offline tettem az egészet. De jó, bocsánat. Tehát itt egész el van vékonyodva a szegély, itt egy jóval vastagabb szegély látható. Ezen a részen jól felismerhető a veretkettőződés, ezen a részen szintén veretkettőződés látható, ugyanakkor a hátlapon itt el van vékonyodva a szegély, míg itt vastag, és ezen a veret hátlapon pedig egyértelműen látszik, hogy itt el van egész vékonyodva, itt viszont a peremen túl is tart még a lapka, tehát elcsúszott az éremkép magán a lapkán. Ez annyit jelent, hogy ez számos verési hiba található ezeken a darabokon, ennek pedig nagyon egyszerű oka van, hogy ezek a klasszikus kézzel, kalapáccsal készült verési technikával lettek előállítva, ahol az szerszámok egymáshoz viszonyított helyzetét semmi nem rögzíti, a közöttük lévő lapkának a helyzetét szintén semmi nem rögzíti, és a veret kialakítás az attól függ, hogy a munkás éppen mekkorát ütött rá a kalapáccsal, ha nagyot elsőre jó lett, hanem akkor még ráütött még egyet, hogy tényleg olyan legyen, hogy fölismerhető legyen. És ha megnézzük azokat a szerszámokat, amik szintén ugyanitt a verdei gyűjteményben megtalálhatóak, akkor azt tapasztaljuk, hogy van egy ékben végző, illetve egy tüskében végződő alsó szerszámfél, ami abba az ominózus szép nagy tuskóba volt beleerősítve, amit ott szintén láttunk a kiállításon, míg a felső részt, azt a tüskét, azt a dolgozó kézbe fogta, ráillesztette a lapkára, és akkor a túlsó végére pedig ráütött, ahogy ennek a nyomait itt föl lehet fedezni, hogy egyrészt ki van peremesedve ennek a tüskének a vége, másik pedig van rajta itt egy berepedés is.
Tehát ez egy valóban használt szerszám volt, és valóban ezzel a szerszámmal készültek azok a dénárok, amiknek a hibáit az előzőekben bemutattam önöknek. Összességében azt lehet erre mondani, hogy nem csak a régi éremképi elemeket próbálták meg alkalmazni, hanem törekedtek a korabeli verési technikák alkalmazására is. Ez a klasszikus kézi verésnél ez mindent további nélkül sikerülhetett. A pofás verőgéphez, vagy Taschenwerkhez valószínűleg kellett építeni egy új gépet, míg a kalapácsos vagy ejtőkalapácsos technika helyett az Ulhorn verőgépet használták föl. Végül áttérnénk a legsötétebb részére ennek a történetnek, a darabszámokra. Ugye, ha valaki korábban árverési jegyzékeket, katalógusokat forgatott, ott mindenhol azt találta, hogy vagy nem írnak, vagy mániákusan visszatérően 100 darabot szerepeltetnek, mindegy, hogy milyen típusról van szó, 100 darab. Én nem tartottam elképzelhetőnek, hogy valóban 100 darabot készítsenek minden egyes típusból, de nyilván ennek volt valami forrása, ahonnan ezt az adatot vették. Nos, a forrás a Vasárnapi Újság 1896-43-as számának 792. oldalán egy rövid kis hír, amelyik arról szól, hogy Bánfi Dezső miniszterelnök 100 darab emlékérmet veretett, melynek mindegyike 100 korona értékű. Ha 100 koronásra gondolunk, akkor 100 korona értékkel csak méretes aranypénzről lehetett szó, tehát nem az összes darabról, hanem csak egy bizonyos típusról lehetett szó. A cikkből utána kiderül, hogy ezeket a példányokat szétosztották, kapott Ferenc József, Sziszi, József főherceg, azon kívül közreműködők, hivatalnokok, hatóságok, minisztériumok, múzeumok, egyetemek, intézetek, stb. Hogy ez a szétosztás valóban működött, erre én nagyon nem kerestem, de két példával szembe találkoztam. Az egyik ugye a Magyar Nemzeti Múzeum, amelyik szintén részesült ebből a szétküldött 100 darabból. Míg a másiknak a nyomát egy kiadványban találtam meg, amelyiket Divald Kornél írt, és a Magyar Tudományos Akadémia Palottája és Gyűjteményei címet viseli. Ez egy 1917-es kiadvány. Ennek a 111. oldalán a 42-es sorszám alatt találtam meg a tallér aranyleveretének a leírását, és mellette egy rövid bejegyzést, a miniszterelnökség ajándéka 1896-ból. Tehát ez a 100 darab erre az egy típusra vonatkozhat, és a többire nem. De létezik-e más forrás? Most azt kell mondjam, hogy én találtam egyet. Nem biztos, hogy a legjobbat, de ez valami más. Ez a forrás pedig Más Sándor pénzverés és fémjelzés című tanulmánya, amelyik az 1896 évi ezredéves kiállítás eredménye Bányászat, Kohászat, Ipar címmel jelent meg 1898-ban Matlekovics Sándor szerkesztésében. De ki ez a Más Sándor, és mennyire lehet korrekt adatközlő ő? Nos, azt kell mondjam, hogy Más Sándor pénzügyminisztérium bányászati ügyekkel foglalkozó osztályán volt osztályvezető tanácsos, az erdélyi földgázkincs feltárója, bánya mérnöki főiskolai tanár. Szakmai munkásságáért 1901-ben megkapta a Vaskoron rend 3. osztályát, ami együtt járt az ő számára és utódai számára automatikus nemességgel, és megkapta a kissármási előnevet. Nyugdíjba vonulásakor pedig megkapta a Szent István rend kiskeresztjét. Nos, ő hivatalából, ismeretei és egyéb más okán lehetett olyan kompetens személyiség, aki bekérhetett a Verdétől egy olyan jelentést, amilyen Huszár Lajos is ismertetett, hogy hogy is nézett ki a millenniumi kiállítás kapcsán ezeknek a fantázia vereteknek a verése. És ő két táblázatban foglalta össze az ő ismereteit.
Az első táblázat arról szólt, hogy készültek aranyleveretek, amelyek egyértelműen közli, hogy ajándékozási célt szolgáltak. Az első oszlopban, első soron mindjárt megtaláljuk a tallér leveletét 100 darabbal, tehát egyértelmű, hogy az a 100-as szám csak erre vonatkozik. Utána a 14. századi pénz mintájára aranyforint 208 darab, és a Szentgyörgyi remből is készült egy, azaz egy darab aranyveret is. A többi érem, ott az a megjegyzés, illetve az a cím található, hogy ezüst eladásra került. Tehát azok az eszközök, gépek, amik ott voltak a fényképen, azok arra szolgáltak, hogy ott helyben elkészítették ezeket a levereteket, és meg lehetett venni. Tegnap kaptam egy körmöcbányai kollégától egy kimutatást arról, hogy sajnos ezt már nem tudtam ide beépíteni, hogy mennyibe kerültek, hány korona volt ezeknek az ára. Úgy tűnik, hogy borsos lehetett az áruk, mert relatíve kevés darabot vásároltak meg belőlük. Hisz látható itt, hogy a úgymond Szent István dénárból 654 darabot vásároltak meg, az úgynevezett Imre dénár obolusból 394-et, a Brakteátából 483-at, legnépszerűbb volt ez a II. András, IV. Bélás, mert abból 1074 darab talált gazdára, a Garasból, mint második helyezetnél 941 darab, a Mátyás dénárból 820, a tallérból már csak 150, míg a Szentgyörgy tallérból 372 darab eladásáról kaphatott Május Sándor adatokat a Verdétől, hisz ő volt abban a pozícióban, hogy a Verdétől erre adatokat kaphatott, és nyilván ezekre támaszkodva adta közzé ezt a tanulmányát. És végezetül, mint haba tortán, egy utolsó rész, amiben azt gondolom, hogy az én elképzelésem szerint ezeknek a fantázia vereteknek érdemszerző erejük volt. Miből gondolom én ezt? A Magyar Nemzeti Levéltár őrzi a minisztertanácsi jegyzőkönyveket, és ott az 1867. június 23-a ülés 15. napirendi pontjában a pénzügyminisztérium tesz egy fölterjesztést, mely szerint a valuta rendszerrel kapcsolatos aranyezüst és nikkel pénzverés sikeres és takarékos végrehajtása iránt szerzett kiváló érdemekért, és akkor A pont. A vezetőknek előléptetéseket kíván a javasolni a pénzügyminiszter, még a B pontban felsorolt alkalmazottaknak, vésnököknek, például Mayereleknek, Gernek, Reisznernek, vagy a mérlegtechnikusnak, bűlakatosnak, felügyelőaltisztnak, pénzverő munkásnak, az arany ezüst érdem keresztnek a különböző fajtáit javasolja adni a király által ezeknek az uraknak. A felterjesztés B pontra vonatkozó kedvező elbírálásáról a budapesti közlöny 1897. 189-es augusztus 18-a száma szerdai első oldalán olvashatunk, hogy király közli a mellé rendelt miniszter útján, hogy ezeket a fölterjesztéseket elfogadta, és ezeket az urakat ezekkel az itt jelzett kitüntetésekkel kitüntette. Ez a kitüntetés egyébként nagyon jól eshetett ezeknek az uraknak, hisz Gell Károly kapcsán Sós Feri közreműködésével kezembe került a család által kiadott halotti értesítő, amely 1907-ben történt elhunyt alkalmából keletkezett, és ő, illetve a család nyilván a Gerl miatt föltette a halotti értesítőbe azt is, hogy a koronás arany érdemrenddel, érdemkereszttel ki lett tüntetve. Tehát ő számára ez nagyon fontos volt, ez a kitüntetés. De visszatérve a gondolatra, hogy miért gondolom én, hogy érdemszerző ereje volt ezeknek a fantázia vereteknek. Az dátumokat nézve látjuk, hogy itt 1897-ről beszélünk, 5 évvel a koronarendszer bevezetése után. Hogy akkor közvetlen utána senkinek nem jutott eszébe, hogy ezeket az urakat a
sikeres és takarékos végrehajtás okán kitüntetésben lehetne részesíteni. Nos, én úgy gondolom, hogy ő felsége miután kapott egy sorozatot ezekből az ajándék fantázia veretekből, megelégedését fejezhette ki, és ezt a megelégedésétnek a jele eljuthatott a pénzügyminiszterhez, aki rádöbbent, hogy hát ezekért a fantáziaveretekért komolyabb kitüntetés ezeknek az embereknek nem lehet adni, bár nagyon látványosak, szépek, Ferenc József szerepel rajtuk, de hát akkor eszébe jutott, hát, hát volt olyan, hogy bevezettünk egy koronarendszert, és azért semmiféle jutalomban nem részesítettük a Verdinek a dolgozóit, hát akkor itt az alkalom, adjunk nekik. Köszönöm szépen figyelmüket, hogy meghallgatták téveszmémet, úgyhogy érdeklődéssel várom az esetleges kérdéseket. Hát köszönjük szépen, ez tényleg nagyon érdekes volt. Én el nem tudtam képzelni, hogy mit lehet ezekről beszélni, mert ezek olyan egyértelműnek tűntek, hogy hát igen, középkori meg koraújkori pénzek, magyar pénzeket utánoztak, vagyis hát ilyen fantázia vereteket készültek belőlük, itt lehet erről beszélni. Nagyon jó volt, köszönjük szépen, és ezek után, ha valakinek kérdései lennének, vagy hozzászólása, tessék. Az első kérdés, hogy írásos anyagban arról, hogy a finomság, milyen együtt, milyen arány? A táblázat ad finomságot is, azt én nem tettem ide bele, tehát az eredeti forrásban van finomság is. Milyen? 90? Ezt most így nem tudom neked megmondani. A második kérdés, hogy megvan minden verőtől? Meg. A braktiátának érdekelne a verés technikája, és verőtőben. Hát ezt most neked megmondani nem tudom, hogy ezt tudom, ez egy örök visszatérő téma, hogy hogyan vertek braktiátát. Nem tudom. Én csak azt láttam, el akartam hozni a Verde utánveretét, hogy ott azt hogyan oldották meg. Nem tudom. Én ebben inkább nem foglalnék árást, hogy hogyan vertek braktiátát. Ezt a középkoros numizmatikusoknak kellene ezt a kérdést föltenni, én pedig nem érzem magamat annak. Csak azért kérdeztem, mert nem tudom. Megvan, hát a, nem tudom, most így visszagondolva nem tudom. Meg kéne keresem a képét, legközelebb, ha találkozunk, akkor megmutatom neked, hogy hogyan néz ki a verőszerszáma. Ezt akartam javasolni, hogy biztos megvannak a jegyzeteid, amikor ezeket feldolgoztad, hogy megvan. Hány verőtő van a brakteátához. Megvan. Azt kell mondjam, hogy mindenből csak egy van meg. A tallérnak megvan a kézi változata is. Tehát nem csak a gépi változata van meg a tallérnak, hanem a kézi is. De aztán nyilván valami oknál fogva rájöttek arra, hogy ez nem elég hatékony, úgyhogy az teljesen szűzés érintetlennek látszik. Tehát az olyan, mint amit nem is használtak. A többiből is több előttől készültek ehhez, és például... Egy van csak meg mindenből, minden típusból csak egy van meg. Mondom, a tallér az, aminek emlékezetem szerint a kézi és gépi változata megvan, mint szerszám. De a kézit látszik rajta zsírúj, tehát azt nem használták, ami megmaradt. Jó, hát ehhez hozzátartozik az, hogy ebben a verőszerszám gyűjteményben csak csupa olyan dolgok vannak, amiket nem használtak. Már a szerszámokat, tehát apatövet, anyatövet azt természetesen többször használtak, azok maradnak meg. Ami egyszer verőszerszámként kimegy a műhelyben, az még egyszer nem jön vissza. Az addig használják, amíg selejt nem lesz, és akkor utána megsemmisítik. Ez most is így működik a Verdében, hogy kiadják a géphez, használják, amikor használhatatlanná válik, akkor megsemmisítik, akkor megy a selejtbe. Tehát onnan nem kerül vissza semmi. Tehát azért is van az, hogy a régi, újkori, vagy késő újkori, vagy modernkori esetekben általában csak azok a verő szerszámok maradnak meg, amiket nem használtak el. Amit elhasználtak, az selejt lett. Azért van rengeteg apatő és anyatő. Verőtő meg relatíve kevés. Csak ami megmaradt, ami nem került ki a műhelybe.
Másképp is. Hát akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, és tulajdonképpen szívesen fogadjuk egy közlőcikk formájában. Most nem ígérem meg, hogy ebbe a mostani. Jó, ebben biztos, ebben de, erre nem is. Mert... De még ez sem kizárt. Nem, én már a mostani közönyben azt a rövid zsengémet letettem, azon, azt most nem akarnám onnan kitúratni, úgyhogy... Jó, ezt többet kell rajta diózni.